Üdvözletem, Red Reaper Alex vagyok, és most egy olyan dolgot szeretnék mutatni nektek, amit még én sem nagyon hittem el. Konkrétan azt, hogy milyen jó is lett Nox. És most megint akkor tisztáznak valamit, ne jöjjön nekem senki azzal már most ebben a percben, amikor épp ezt nézitek, hogy mit kell Noxon tudni, amit eddig nem tudhattunk. Miért csinál a Red Reaper Alex nekünk videót Noxról? Nos, azért... Mert Nox átalakult. Nem is kicsit. Nézzétek meg, az egyes skill, a madár, ami eddig silence-elt, most már nem silence-el, és per pillanat nem is sebez. Ez valószínűleg egy bug, ugye, testszerveren tolom. Úgyhogy ezt valószínűleg majd kijavítják, úgyhogy... Itt ez most egy kicsit furcsa. No de szerintem mindenki ismeri Noxot, de valószínűleg így még senki nem ismerte. Az átalakított Super Nox, én már csak így mondanám, egy teljesen új karakter lett belőle. Ami volt, azt kukázták. Az egészet átalakították, és szerintem jól is tették. Egyes skill ugyebár, mint tisztáztuk, valamiért most egyáltalán nem sebez, viszont itt a kettes. Ugye Nox szerintem mindig is az a karakter volt, amit így kattingattál, mint az állat, ugye dobálgattad a skilleket, és hogy... Az, akinek épp jó volt, de most már ez eltűnik, végleg. Ugyanis most már a kettesből, ami nem is a robbanás volt, ha jól tudom, átalakult egy bitang nagy robbanássá, és elég nagy rajta a cooldown, szóval eddig másodpercenként volt az a skillje, de... Ennek búcsút intetünk. Immáron itt van ez a baromi nagy teretsebző, baromi nagy DMG-vel rendelkező skill, ami 797... Teljes mértékben átadja az AP-t, 100%-os AP átadása van. Csupán egyetlen gyenge pontja, hogy könnyedén ki lehet belőle sétálni. Valószínűleg ezért lett ez a nagy DMG ráadás. Na de, akkor még mit tartogat Nox? Ugyebár eddig volt egy olyan skillje, ami ugye shield, ami hárított bizonyos DMG-t. Nos, azt úgy, ahogy van, kivették a fenébe. És szerintem nagyon jól tették, mert helyette egy agniszerű csúszást kapunk meg. És bitang jó, áthaladsz a minionokon és... Rámegy valamilyen féle buff, szóval valószínűleg ezek után már jobban sebzed a minionokat, majd mondjuk a skill-lel. Egy pillanat is megnyitottam. Kegyetlen! Kegyetlen jól néz ki, én csak ezt tudom mondani. Az új Nox baromi jó. Eddig nem volt nagyon hangulatom arra, hogy megvegyem Noxot, mert nekem nem tetszett az, hogy klikkelget, semmi mozgástere nincs. De a mostani Nox. Kérem szépen. Ó. Ó, várjunk csak, ezt ismételjük csak meg. Aaa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 
Azt a jó! Nox egy brutálisan jó, durván brutálisan jó karakter lett! Csak mondom, ez az egy skill annyit sebez, mint egy skill ulti. Szóval, hogyha netalántán az jön, hogy Ratatasz kör OP, akkor vegyük azt, hogy Noxból egy sokkal OP-bb karaktert csináltak. Ugye, megvárjuk szépen azt a robbanást. Aztán ugyebár Godokba is nagyon szépen sebez a 3 skill is. Nagyon szépen, és még rá se tértünk az ultira, mondjuk. Azt tudom mondani, hogy Janus ulti esetleg. Nox, túlságosan is OP lett most már, azt tudom mondani. Azt a jó! A passzív ugyebár megmaradt, szóval azok a gyertyák ugye kigyúlnak, hogyha valaki skillt használ a közeledben. Mármint eddig sem voltam teljesen biztos benne, hogy mi a passzívja. Úgy tudtam, hogyha csapattársak használnak skillt, vagy talán sima ütés? Na mindegy, az kell, hogy... Ja nem, ahányszor megsebeznek engem egy skill-el, jó? Most már tiszta. De egyszerűen... Ez a karakter... Most már tényleg azt mondom... Irdatlan jó. A régi Nox szerintem... Nem volt elég. Az új karakterek már simán elpicsázták. Menekülő skill nélkül manapság egy karakter semmit nem ér. Ez viszont... Még meg szeretném mutatni még egyszer az ultit, még mielőtt valaki nem látta volna. Elég szép! De most azt teszteljük, mekkora a range, ugyebár Janus ultihoz hasonlít, de nem Janus ulti. Janus. Jajaj, Janus. Szóval nem megy át a falon, meg ilyenek, de... És meg is van adva, hogy meddig megy. Kurva. Mostantól le...
Már gyűjteni is fogok a Noxra, már most megveszem, hogy ezt megkaphassam. És van mellette még egy cucc, ami Noxhoz kapcsolatos, és ezt meg is mutatom nektek. És amit pontosan megmutatok, az az új skin. Amit itt a test szerveren egyetlen egy kemér vettem, de elég valószínű, hogy 600-ba fog kerülni, ugyanis elég pofás és teljesen új voice packot is kapott. Várjunk. Madame Darkness. Jó lett az skin! Én azt kell, hogy mondjam, jó lett. Már kipróbáltam nemrég, csináltam egy teljes videót az összes skinről, ami bejött, de gondoltam, csinálok egy rövidebb verziót. Gyorsabban feltöltöm, és Lacika, nagy Noxos, és mindenképpen szerintem akarja látni, mi lett Noxból. Hát ez lett belőle, öcsém. És ez a skin! Valószínűleg az előző variációval nem lett volna ilyen jó, mert ez egyszerűen... Jaj, megítem. Mindegy, akkor ez lesz. Még ez a skin is nagyon kihangsúlyoz mindent. A madár az maradt. A madár! A madár maradt csak meg. Ezt figyeljétek. Az a koponya. Milyen... Ez tényleg hozza azt a budusos stílust. A csúszás is nagyjából megmaradt, talán egy kicsit sötétebb lett. És az ulti. Láttátok azt a koponyát ott középen? Na meg ugye ez a bitang nagy damage. Az előbb volt valami 800 AP, most van 500, mégis egy skill-del kettővel leszettem ezt a Golden Fury-t, szóval... Baromi jó, és még azt meg szeretném nézni, hogy az egyes skill, amire most jöttem rá, hogy végül csak az enemy-t sebzi, ráadásul azt nagyon durván, hogy az vajon eltérik-e. Szerintem az ugyanaz maradt. Nox! Most már hivatalos, én megveszem ezt a karaktert! Egyszerűen hatalmas, és nézzétek meg ott a passzívot, hogy jelzi. A kis vudubabába lévő szög így kigyulladt. Sőt, belekerült a vudubabába a szög. Nagyon ötletes, nagyon szép lett. Hi-Rez, megint big like, bár Ratatuszkörre is ezt mondtam, aztán azóta meggyűlöltem. Szerintem érthető, hogy miért. Így ellenségnek nem tudom. De ez most az követ. Ahogy!